Március 15-e minden magyar számára a nemzeti egység ígérete. Ez a közös akarat, hogy szabad nemzetként élhessünk. Erről szólt 1848-ban a pesti ifjúság idealizmusa, amely győzedelmeskedett a kishitűséggel szemben. Ez a szabadság szeretet jellemző ránk. Azt hiszem, mostanság fájdalmasan aktuális 1848 üzenete számunkra. Bár nincs külső ellenséges erő, mely támadja hazánkat, béke van, az ország stabilan fejlődik több évtizede, és ahogy az az ilyenkor lenni szokott, a kihívás a legváratlanabb helyről érkezik. E kihívás már akkora, hogy nem csak a magyar emberek összefogását, de a teljes emberiség összehangolt cselekvését igényli. Ha úgy tetszik, március 15-ének üzenete az összefogás szükségessége ma minden ember számára aktualitással bír a Földön. A világon egyelőre gyorsan terjedő koronavírus ugyanis nem az egyes nemzetek, hanem az egész emberiség számára teremtett komoly kihívást. E kihívás azonban nemzeti, hatvani és egyéni állampolgári szinten kell részt vennünk. A városvezető elmondta, a magyar nép kész fegyvert ragadni a külső ellenséggel és a belső zsarnokkal szemben. Ma azonban talán ennél is nehezebb feladatunk van. Készen kell lennünk, hogy megragadjuk azt a fegyvert, amely a világjárvány megfékezésének legfontosabb eszköze, a fegyelmezettséget és az egymásra való odafigyelést. Horváth Riár leszögezte, ő bízik a hatvaniak erejében, hiszen már számtalanszor megmutatták, hogy mire képesek, ha összefognak, és közös akarat mentén haladnak előre. A szeretet és a hit a legerősebb fegyverünk. Az ünnepi program részeként a Diszis diákok a Haza minden előtt című műsorukat adták elő. A megemlékezés végén a polgármester megkoszorúzta a Kossuth téri emlékművet.